olyan jogállam az, amelynek alkotmányát és választási rendszerét egyetlen egy párt fogadta el? Milyen demokrácia az, ahol semmilyen együttműködésre, semmilyen konszenzuskeresésre nincs példa az ellenzékkel? Ez egy egypárti diktatúra, ez nem demokrácia. És milyen jogállam az, ahol még ez sem elég, még a dezinformáció sem elég az állami médiagépezet által, hanem választási csalásokra is sor kell keríteni egy győzelemhez. Maga a választási rendszer is visszaélés, és még emellett a levélszavazások, a nyugaton dolgozó magyarok szavazásának akadályozása és az utaztatott ukrajnai szavazók mutatják, hogy a választási csalásokra is szükség volt Orbán rendszerének hatalmon tartására. Büszke vagyok önökre, büszke vagyok rátok, hogy ilyen sokan, ebben a hideg időben, télben, fagyban. Itt vagytok immár napok óta, és minden nap visszatértetek, és megmutatjátok, hogy Magyarország nem elégedett Orbán Viktor rendszerével. Hogy Magyarországon igenis van igény a jogállamra, van igény a demokráciára, a piacgazdaságra és az Európai Unió értékeire. Hogy Magyarország nem Orbán Viktor gyarmata. Hogy mi tiltakozunk és kiállunk egymás mellett, és addig fogunk együtt küzdeni, amíg ez a rendszer meg nem bukik. Sajnálatos az, hogy a rendszernek erőszakra is szüksége volt ahhoz, hogy a tüntetéseket törvényes mederben tudja tartani. Mert fél, hát azért kell. A jogtiprásokhoz hasonlóan ez az erőszak is egy valamire jó, magyarok egyre szélesebb körének bizonyítja be, hogy ez nem jogállam, hogy Magyarország nem demokrácia. Igenis kellenek a hősök, és sajnos kellenek a mártírok is azért, hogy felébredjünk, hogy a magyarok felébredjenek, és saját szavukat megtalálva kiálljanak egymás mellé, kiállnak egymás mellett, és megvédjék egymást. Védjük meg egymást!